gratulálok, legyőztétek a Ferencvárost. Most mondhatnám, hogy Demjén Patrik hatalmas bravúrjaival meglepetés 3 pontot szerzett az Ette, de azért ez annyira nem lenne igaz, kétszer kellett nagyon nagyot védened. Ilyen meccsre számítottál? Nyilván nehéz meccsre számítottunk, hiszen mi most egy kicsit nehezebb helyzetbe kerültünk. Sajnos nem tudtunk annyi meccset nyerni, mint amit szerettünk volna. Nyilván itthon bárkit megverni nagyon jó érzés, hiszen tényleg ez a mi helyünk. Ez a mi otthonunk, és itt mindenkinek már nehezíti a dolgát, úgyhogy most nagyon örülünk neki, hogy megverték a Ferencvárost. Szeretnénk ebből építkezni, szeretnénk ebből majd az Újpesten leváltott szünet után ugyanígy folytatni, és hogyha ezt a játékot játszik, amit ma tudtunk nyújtani, és ma tudtunk egymással küzdeni, akkor eredményesek lehetünk, viszont ebből nem szabad engednünk. És egyébként mire számítottál, azért arra, hogy több dolgod lesz, vagy arra, amit kaptál? Nyilván azért Ferencváros ellen mindig úgy játszunk, hogy azért számítok arra, hogy nagyon sok dolgom lesz, és minél több szituációt kell megoldanom. Nyilván azért most se volt annyira kevés, de nagyon tényleg többre számítottam, mint amit kaptam, de szerencsére mindent jól megoldottam. Amikor nem, akkor már megúsztuk lessel, szóval tényleg most én is boldog vagyok, és szerintem az egész csapat is. Arra a két óriási bravúra hogy emlékszel vissza? Hát úgy készültem, és ma tényleg olyan érzésem volt, nagyon úgy keltem föl, meg úgy jött a meccsre is, hogy már nagyon, nagyon jó érzésem volt, nyilván a meccs miatt is, hogy velük játszunk itthon, hazépályán, nyilván váltott szünet lesz. Szeretnénk egy eredményes játékot játszani, és tényleg úgy akartunk játszani egész meccsen, ahogy sikerült is. Úgyhogy tényleg a bravúra visszatekintve meg tényleg fontos pillanatba kellett, és nyilván lehoztuk kapott gól nélkül. Egész csapat érdeme, és tényleg, hogyha ezt folytatjuk, akkor sikeresek lehetünk. Ricardo Monizit arról is beszélt a sajtótájékoztatón, hogy úgy érezte, hogy januárban ugye egy nem megérdemelt vereségetek volt a Ferencváros ellen, most egy megérdemelt győzelem, ezt is éreztétek, hogy egy kis elégtétel? Megdolgoztunk érte, és ha így megdolgozunk minden mérkőzésen a győzelemért, akkor tényleg mindig azt tudjuk mondani, hogy megérdemelt volt. Tényleg az egész csapat óriásit küzdött, mindenki futott, sprintelt, becsúszott, blokkolt, tényleg mindent megtettünk azért, hogy ma sikeresek legyünk. És tényleg ez az út, amit folytatnunk kell, és így kell küzdenünk minden es meccsen, hiszen tényleg egy pillanatra sem engedhetünk, és egy pillanatra sem érezhetjük azt, hogy most egy kis nyugi van, tehát mindig úgy kell koncentrálnunk, úgy kell küzdenünk egymással, mint ma tettük. És te innen hova mész már, te kibe vagy még haza? Nem, még lesz a hazamehet, csak holnap van találkozó, úgyhogy most lesz egy hosszú hazaút, és csak holnap megyek be. Ilyen egy tökéletes hét, behívnak a válogatottba, aztán legyőzitek a Ferencvárost? Hát szerintem közel áll hozzá, igen. Tényleg amikor megtudtam azt, hogy megyek, akkor volt bennem egy olyan érzés, meg egy olyan, nem is tudom, hogy mondjam, izgalom, meg izgatottság, hogy legyen végre meccs, és most úgy tudjak játszani, hogy most válogatott kerettag vagyok. És meg is akartam azt mutatni, hogy miért is hívtak be, és úgy gondolom, hogy nagy részben ez is sikerült, de nyilván még nekem is azért még fejlődnöm kell, és vannak olyan dolgok, amikben ezért kár jöttem, hogy ott is eredményes tudjak lenni, vagy ott is tudjak hasonló teljesítményt nyújtani, de tényleg én most nagyon boldog vagyok. Mennyire vágytam már egyébként erre? Hát szerintem 5 éves korom volt, tényleg amióta focizok és amióta az eszemet tudom, mindig az volt az álmom, hogy egyszer majd felnőtt válogatott kerettag legyek először, és akkor utána szeretnék majd egyszer játszani, és szeretnék tényleg minél sikeresebb lenni azon a téren is, és tényleg most elkezdett egy olyan út, amit gyerekként megálmodtam magamnak. Gondolom ez úgy nézett, hogy a szakmai stábból hívtak telefonon téged, hogy kerettag vagy, utána kinek újságoltad el először? Szüleimnek természetesen. Szerintem, hogy letettem a telefont, egyből már szóltam nekik, hogy lehetséges, hogy megyek válogatottba most. Nyilván akkor még messzebb volt, amikor hallottam, és onnantól kezdve tényleg úgy akartam minden meccsen játszani, hogy megmutassam azt, hogy megérdemlem azt a meghívót. Helyjel közel sikerült, de nyilván volt itt bennem egy olyan érzés, hogy most nem sikerült a meccset játszani, mint amit elképzeltem, és elterveztem magamnak előre, de most így közvetlenül válogatott szünet előtt egy ilyen meccsel zárni ezt a részt a bajnokság, nagyon egy óriási öröm. És Dibusz Dénesen nem váltottatok meccs után pár szót, hogy holnap találkoztok? De pont így történt, amikor mentem kezdet fogni, pont mondta és említette, hogy akkor holnap találkozunk. Nyilván ez egy nagyon jó érzés, hogy tényleg olyan játékosok lehetek, akik a magyar foci legjobbjai közé tartoznak, és legjobbjai, és tényleg ez egy büszkeség, nem is tudom, de tényleg
tényleg most nem tudom lejönni, milyen boldog vagyok.